Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható január hónapban a vízöntő jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy havi jóslást, akkor az személyes, a díja 4000 forint. Mielőtt mondanám azt, hogy mit közölnek a kártyák, megemlíteném azt is, hogy mi történik a vízöntő jegyében születetteknél, ami az asztrológiát illeti. Én az indiai asztrológiával dolgozom, ez egy más számítás, de egy nagyon precíz számítás. És ez szerint a védikus asztrológia szerint ez év januárjától, tehát 2023 januárjától, még jövő évben is, tehát 2024-ben is, a sors bolygója, Szaturnusz bolygó a vízöntő jegyében mozog. Ennek hatása alatt vannak sorsdöntő események, változások, találkozások, döntések. Szaturnusz bolygó őrzi a kármikus témákat is, és néha megleckésztet bennünket. Én is ide tartozom, holott én a kos jegyében születtem, de az aszcendentusom az a vízöntő jegye, tehát Szaturnusz bolygó jelenleg az egyes életházamban van, ami természetesen rám is kihat. Azon kívül Szaturnusz bolygó uralkodik a vízöntő jegye felett. Tehát ez egy erős kapcsolat ezzel a bolygóval. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. Ez a férfi jelenti a te lelki társadat, vagy utal a férfiakra. Te megjelensz az ő gondolataiban, tehát januárban ez a férfi sokat gondol rád. És megvan a kapcsolat, hiszen egy vonalban vagytok. Itt a gyermek jelentheti a gyermekeket, vagy egy fiatal kisugárzást, fiatalos kisugárzást, vagy jelenthet egy új kezdetet is. És itt látható, hogy vannak elvárások, hogy legyen egy új irány, egy új kezdet, ami kettőtöket illet. Az ő feje fölött láthatóak a gondolatok. Te is hasonlóan gondolkozol, mint ő, hiszen ezek a képek ugyanazok, mint nála. Itt ez a házasság kártyája. Lehet, hogy te vagy egy házasságban, vagy ő még nős, de itt a házasságban valami betegít benneteket, nem érzitek jól magatokat. Az is lehet, hogy valaki beteg a családban. De szerencsére megjelenik a tolvaj, és eltávolítja a betegséget. Persze ez lehet válás is, hiszen eltávolíthatja a házasságot is. Ez a kártya nem csak a házasságot jelenti, hanem kapcsolatokat, szerződéseket. Itt lehet még valami rossz dolog, ami betegít benneteket. Az is lehet, hogy ez a tolvaj megjelenik a családi környezetben, ellop valamit, és pontosan ez betegít benneteket. Itt látható egy jó indulatú hölgy. Ez lehet valaki a környezetedben, aki segíteni tud. Például egy orvosnő, hiszen itt betegségről is szó lehet, és megbízhatsz ebben a hölgyben. De ez a jó indulatú hölgy lehet a te tartásod, vagy ez a személyiséged.
és töpreng azon, hogy valaki kihasználja a te jó indulatodat. Például az anyagiak terén, hiszen a halak jelenthetik az anyagiakat. Ebben az esetben ez a gyermek jelentheti a te jó indulatodat, kicsit olyan naív a felfogásod, ami a környezetedet illeti, és van valaki a környezetedben, aki ezt kihasználja. De mivel a kártyák a te gondolataidat is jelentik, te tudatában vagy ennek. Azért légy kicsit óvatos, ne engedd azt, hogy mások kihasználják a te jó indulatodat. Itt látható ez a torony, az fogva tart még téged, de lehet egy bírósági ügy is. Ebben az esetben itt lopásról van szó, vagy egy örökösödési ügyről, amikor valaki ártani akar neked. Persze a tolvaj tud segíteni, hiszen el tud bizonyos kártyákat távolítani, a korlátozásokat, ezt a csendes időszakot, vagy a könnyeket is, vagy azt, ami eddig úgy betegített téged. Tehát lehetnek más témák is. Ha te egy hölgy vagy, akkor ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy. Ezek a korlátozások elmúlnak, hiszen ez a kártya, a halál kártyája ezt le tudja zárni, és ami az otthonodat illeti, itt lesz mozgás, találkozások, vagy valami változik az otthonodban. Te ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy. Itt ez a jóindulatú hölgy lehet valaki a környezetedben, aki segíteni tud, de lehet a te tartásod is, hogy te vagy jóindulatú, és ő tudatában van ennek. Itt lesznek kapcsolatok. Valami ugyan még betegít téged vagy őt, de majd rendeződnek a dolgok, hiszen a tolvaj tud segíteni is ezt eltávolítani, és itt látható, hogy lesz egy jó hír, ami útban van hozzád. Ami ezt a férfit illeti, egy vonalban vagytok, gondol rád, lesz egy új kezdet, ez az ő elvárása. Ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, itt megvan a remény arra, hogy a könnyek elmúljanak, hiszen a tolvaj el tudja ezt távolítani, vagy a halál kártyája ezt le tudja zárni, és akkor itt vannak ilyen hosszú távú tervek. Ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, itt lesz egy szerződés, anyagiakról van szó. Amit a kártyák még jelentenek, a belső értékek, ő ír neked, gondol rád, hiszen értékes vagy számára. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét, január hónapban itt látható. Itt lehet egy találkozás, vagy egy szerződés, de utalhat házasságra is. Itt valami betegít benneteket. Lehet, hogy valaki ellopott valamit, ez lehet egy örökösödési ügy is, vagy minden úgy működik, ami betegít, illetve nem az elvárások szerint van. De ez lezárul, hiszen a halál kártyája le tudja zárni ezeket a kapcsolatokat, eseményeket. Itt lesz egy új kezdet, meg lesz az elismerés, és itt vannak ilyen hosszú, távú tervek, nálad is, és nála is. Vagy lehet egy közös életút. Második hét, január hónapban itt látható. Ez a torony jelentheti azt, hogy valami fogva tart téged, ami elszomorít. Te kilépsz ebből a helyzetből, hiszen ártatlan vagy, lesz egy új kezdet. Ez a torony lehet egy bírósági ügy is, lopás vagy egy örökösödési ügy, ami úgy elszomorít benneteket. De itt van egy jóindulatú férfi is,
Ez lehet egy bíró, aki segíteni fog, itt van hozzá a remény és a nyeremény. Tehát, ami elveszik, vagy úgy gondolod, hogy elveszett, ami az anyagiakat illeti, az újra bejön, hiszen itt van a nyereség. Itt látható egy jóindulatú hölgy, itt anyagiakról van szó, vagy értékekről van szó, de az is lehet, hogy ez a hölgy te vagy, és így kezeled a dolgokat, jóindulatú vagy, segítesz másoknak. Sajnos ezt sokan kihasználják. Harmadik hét, január hónapban itt látható. Ez a férfi gondol rád, lesz egy jó hír, beszélgetések, itt van a remény. Ez lehet külföldi kapcsolat is. Valaki látni akar téged, ami a munkádat illeti, sikereid vannak. Itt ki tudsz építeni valamit, minden mozgásba jön. Ez a hajó, ez utalhat internet kapcsolatra is. És a ház valaminek a kiépítése. Vagy jelentheti az otthonodat, és valaki meglátogat téged. Mivel itt megjelenik a munkakártyája is, lehet, hogy ez munka otthonról, vagy valaminek a kiépítése, és akkor itt vannak a beszélgetések, a szerződések, külföldi kapcsolatok, utazások, esetleg internet kapcsolatok. Utolsó hét, január hónapban itt látható, ez a férfi gondol rád, találkozni akar veled, meg akar látogatni téged. Itt lesz egy jó hír, hosszú távú tervek, megvan ahhoz az élet erőtök, és a remény, hogy legyenek jó változások. A családot, az otthont illetően, vagy a munkát illetően. Itt lesznek külföldi kapcsolatok és utazások. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!